Sziasztok, ebben a mai videóval sminkelni fogok, én Hanna vagyok. Bocsánat, hogy most így öltöztem ki, de muszáj volt, mert tornáztam, és a hajam is nem tudom miért így. Mindegy, sminkeljünk, sziasztok, mert megint hamar le fog állni a videó. Úgyhogy akkor kezdjük el fel, alapozóval. Közömre raktam egy keveset, azt esnek is így el, szélom is a vizéval, így. Mert mivel hogy ez... Úgyhogy, ja. Bocsánat, hogy most így csinálom az lapozózást, ilyen furán, de... muszáj. Gyorsan elkelem a kezemen. És ha akár képzeljétek el, akartam mesélek nektek valamit, hogy ugye voltunk az iskolával egyszerűen egy ilyen kiránduláson, voltunk Barcson, és akkor egyszer csak elmentünk a színházba. És na mindig nem most az volt a lényeg. És akkor volt egy olyan, hogy valami volt. Ja, az, hogy hogy amikor, tudjátok, amikor van egy ilyen kis tündér, ami nem volt igazi. Mi ennek a mesét be se hittük. Na, nem az volt a lényeg. Az, hogy úgymond moziba voltunk. És akkor ezzel van egy bácsi, aki hátul kapcsolgatta le fel a villanyokat. És akkor mi akkor átsikonyáltunk, és akkor megjártunk, hogy mert hirtelen kapcsolták le, tudjátok, és hú, és nagyon megjártunk. Elsnek sikonyáltunk, utána jött egy ilyen balett kislány, és nem volt kislány, egy nő. És a végén megcsogadták egymást. Igen. Pirosítót is rakok magamra. Nem találom az ecsetem. Jó, most ecset nélkül fog dolgozni. Nem találom az ecsetemet. Most mit rakok magamra? Most lesz egy ilyen. És lila, ez ilyen szemhéj festék, opá, most rosszul csináltam, amikor sietek, nagyon sokszor sietek, és valamikor elrontom nagyon, na mindegy, és akkor folytatom is tovább. És utána, amikor kimentünk ugye a színházba, elmentünk fagyizni, játszóterezni, és volt egy játszótér, úgy Barcson, tudjátok, az az új játszótér, és ott van egy ilyen körhinta, rendesen körhinta. És azon széjjel pörgettek minket a fiúk. Mi úgy sikonyáltunk, de rendesen úgy hihetetlen volt, mindenki ott sikonyált. Hát nem volt olyan nagy, ilyen 6-7 személyes. Talán akkor a rúzsomat gyors kiválasztom. És utána már készen is vagyunk. És amúgy, ja, ennyi, ennyi volt a történet. Meg egyszer történt olyan, képzeljétek el, hogy voltunk strandon, ugye, abban a sok mások, mindenkivel voltunk. Na mindegy. Innen ki fogok választani. Voltunk strandon, ugye, és akkor, mindegy, most én ezt a lilát fogom, azt hiszem hétvestéke ide rakom, nem? Mindegy. Egy perc. Voltunk strandon, és mikor volt egy olyan rész, ahol
Fú, várjátok. Egy barcson, tudjátok, van az a forgó. Na és ott, fú, én esküszöm, amikor Bátyus, a bátyám megtolt, engem állt rendesen, neki láttam mindenkinek, mert így forgott, olyan, hát jó, nem így, hanem így, így forgott. És akkor olyan, ilyen fura volt. Mindig nem is az a lényeg, hanem az, hogy jól éreztük magunkat, és azt mondom, és ja. Meg még mit akartam váltatok, mert már elvetítik az összemet. Még eljövök, jó? Egy perc. Ennek inni. Csak váltok. Na, itt is vagyok, gyorsan ittam is. Mostan egy ilyet fogok még egyet rákenni. Ez ilyen színű, más használva. És amúgy, ja. És annyira borzasztó volt, hogy akkor muszáj volt karúszót húznunk. Karúszót látjátok, szét húznunk, mi az, hogy hívják, úszógumit, mert rendesen nagyon forrottunk, és csak azt tudott minket visszatartani, pedig nagyjából tudok úszni, nem annyira, csak ott kicsit mély is volt a víz, azért valamikor a karúszót is fel kellett vegyem. Na, mindegy. Kicsit mély volt a víz, ott néha fel kellett venni a karúszót, és kész. Na. Oké, látszik a lila is még. Van egy ötletem, hogy...